Ismét beszereztünk használtan néhány fehér szekrénykét, és természetesen ezek alá is tettem ilyen műanyag lábot. Meglepő módon mindössze 150 forintba kerülnek ezek az állítható lábok. Ezek például 15 cm hosszúak, és 2 cm-t lehet még rajtuk pluszban állítani. Ezt úgy szoktam elvégezni, hogy pont annyi csavarok rajtuk, hogy egységesen álljanak, és aztán pedig be tudjuk állítani a szekrény billegését is vele. Tehát még ezekkel a fix lábokkal, ezekkel a fix műanyag lábokkal, amiket rá tűznek, ezekkel nincs erre lehetőségünk, így nem kell ékelgetni sem, hanem ezzel be tudjuk állítani fixre. Így néznek ki ezek a lábok, ezeket úgy nevezik, hogy három részes műanyag lábok, különböző méretűek vannak, 10-12 cm, illetve 15 cm, talán van 8 cm-es is, viszont ebben az a jó, hogy ezt méretre tudjátok vágni. Tehát ez vágható láb, ilyenekből létezik olyan is, ami fix. Vigyázzatok, hogy nem a menetes részét vágjátok, hanem a másikat is úgy kell beletolni, utána ebbe a tartó részébe. Én ezt a 4x18 mm-es csavart választottam, tehát ezzel nagyon jól föl lehet rögzíteni vele a lábakat. És tekintve, hogy itt mélyen kell dolgozni, így, látjátok, tehát emiatt nem elég egy sima behajtó fej hozzá egy bitfej, hanem egy ilyen hosszabbítót érdemes használni, én legalábbis ezt használtam, és így könnyen hozzá tudok férni ehhez az egészhez. A másik, amit mi lecserélünk ezeken a bútorokon, ezek a fülek, amint látjátok, ezek műanyag fülek voltak, és nagyon csúnyán meg is koptak, ráadásul össze-vissza színűek, tehát nehéz úgy ilyen fehér bútorokat választani, hogy a bútorok színe is, és a fülek színe is jó legyen. Sajnos itt a mozaik bútorboltban Mezőkövesden csak ilyen fém füleket lehet találni. Hát sajnos idézőjelbe téve, ez legalább jó minőségű, sohasem fog lekopni. Cserébe 400 forintba kerül egy darab, tehát 6000 forint volt a 15 darab, amit vásároltunk. Ezeket kicseréljük, akkor stabil és felújított bútoraink lesznek. Nos, itt láthatjuk a szekrénykén az előtte és utána állapotot. Ugye ez volt a korábbi műanyag gagyi fogantyú, és ez a fém, gyönyörű, szép krómozott fogantyunk. Adódhat a kérdés, hogy miért is van szükség ezekre a műanyag lábakra a szekrények alá, hiszen letehetnénk őket a talajra is, és nem lenne semmi probléma. Ez egy száraz épületben valóban nem okoz problémát, tehát egy hagyományos téglaépítésű házban, ahol minden le van szigetelve, a betonajzat, a falak alatti szigetelés, minden rendben van, viszont egy vízszigetelés nélküli vályogházban, ahol esetleg még a betonajzat alatt sincs szigetelés, ott viszont komoly problémákat okozhat az, hogyha ráültetjük egy az egybe a bútorokat a talajra, és ebben az esetben, hogyha ott nedvesedik, akkor be fog penészedni a szekrényünk alja, sőt, el is fog rohadni a szekrényünk alja. Ilyen esetben van szükség arra, hogy egy ilyen pót műanyag lábbal, itt ahogy láthatjátok is, egy 4-5 cm-re kiemeljük a bútorokat. Ha van rá lehetőségetek, akkor ne csak ilyen 4-5 cm-t emeljetek rajta, hanem ha lehetett volna, akkor én is levettem volna ezeket a borító lapokat, tehát levágtam volna magyarul az egész hagyományos lábát, vagy alá lehetett volna tenni egy bajlágot és még jobb megemelni, viszont azt a beállmagasság nem engedte volna, úgyhogy ezért választottuk ezt, hogy egy 4-5 cm-rel ki van emelve, viszont hogyha nem tudtok tenni ilyen szekrénylábot, mert már tele van pakolva a szekrénykétek, akkor alkalmazhatjátok ezt a megoldást is, ami egy ilyen vész megoldás, hogy alá tesztek egy kis fadarabot, egy lézdarabot a láb alá, és ebben az esetben is egy 2-3 cm-t lehet emelni a lábakon. Tehát ez is egyfajta megoldás, de ez nem annyira hatékony, mint hogyha ilyen műanyag lábakat tesztek alá, és így át tudja járni a levegő az alatta lévő részt is, és nem fülled be, nem penészedik be annyira. Még egyszer mondom, tehát inkább a 10-15 cm lenne a javasolt, tehát ez így viszonylag kevés, de itt mi is elhúztuk a szekrényt a faltól, és meglátjuk, hogy hogyan fog működni, de elképzelhető, hogy nekem is még emelni kell majd rajta. És amit hallhattok itt a háttérben zümmögést, az ennek a párátlanító készüléknek a hangja, mert bizony ilyen időben, amikor eső szakad több napon keresztül, akkor vannak olyan helyiségeink, ahol nem tudjuk másként megoldani, hogy ne penészedjen és ne nedvesedjen, még én sem, csak úgy, hogyha ilyen páramentesítő készüléket alkalmazunk. Ugye azt tudjátok, hogy 65%, sőt azt mondanám, hogy 62%-os páratartalom fölött mindenképpen le fog csapódni, még ilyen meleg időben is, bármelyik felületen, és ott nedvesedés, penészedést fog létrehozni. Hamarosan jövök egy videóval, aminek az lesz a címe, hogy akasztják a hóhért, és megmutatom, hogy mi a probléma a mi
eddig jól működő vályogházunkkal. Tehát az a helyzet, hogy ilyen csapadékmennyiséget már a mi házunk sem tud elviselni, és bizony nálunk is aktív beavatkozásra lesz szükség, hogy továbbra is működőképes legyen az. Hamarosan jövök ezzel a videóval is.